Ma is mindkét futamodban a top 10-ben végeztél, csak ebben a három csoportos lebonyolításban ez annyira nem erős, tehát olyan csalóka ez az egész. Mennyire vagy elégedett? Teljes mértékben elégedett vagyok azért, mert ahhoz képest nagyon sokat tudtam feljönni, hogy álltam. Ugye mind a kétszer, igen, mind a kétszer 20-on kívül kerültem az első prizeból, és ahhoz képest a top 10 az egy nagyon jó eredmény, nagyon elégedett vagyok a sebességemmel. Jó érzés volt, hogy a Robert Sejt az egy csoportban volt velünk, és nagyon jó érzés volt elmenni neki Krajcba, lelógni. Végre egy kicsit erősebb vagyok már nála, és hátszélben meg pedig el tudtam tőle lógni, az megint egy tök jó elismerés volt, szóval nagyon, nagyon pozitívan állok a fejleményekhez. Hát ugye a sportágnak, a műfajnak egy legendája, kétszeres olimpiai bajnok. Igen, nagyon jó volt, hogy el tudtam neki menni, és szerintem mind a két futamban igen, megvertem ma. Azért beszéljünk erről a két följövetelről, azon a 20-on kívüli első krajzbójától. Ugye az első futamban ott valamit hibáztál, és azért kellett egy kis büntetést fizetned, így mond, és onnan sikerült visszaküzdeni magad. Az fizikálisan kegyetlen lehetett. Igen, szerintem egy ilyen 190-es pulzussal kerültem az első krajzbóját, mert hát lelkemet kiköptem, mire felküzdöttem magam, ugye vissza a mezőnybe legyek már azért, mert próbáltam elmenni a francia gyerek előtt, és hát nem sikerült, egy ilyen 20 centim múlott, elkezdett elég hangosan ordibálni velem, hogy csináljak büntetőt, ott volt a verseny, a zsűri is ott volt, és ezért nem volt más lehetőség, hanem meg kell csinálnom a kettőfordulós büntetőt, amiről hát utolsó helyről. Ez ugye egyből rajt után történt, szóval utolsó helyről vártam a folytatást, és akkor onnan kellett felküzdenem magam. A második futamban itt beszélgettétek, hogy akár egy háromba is bejöttél volna, csak ott valamit nem mertél bevállalni? A második futamban pedig rossz oldalra mentem, igen. Ott pedig elmentem jobbra, elment balra a szél egy olyan ilyen 10-10 fokot, és az már az elején akkora buktató volt, hogy ott is 20-20-ról kellett utána feljönni. Most versenyeztetek először így egy csoportban, hát mondjuk ez a második nap, sokat nem kellett várni. Volt ennek valami különlegessége, vagy úgy nem nagyon néztétek egymást? Nem, próbáltam a saját magamra fókuszálni, ami nagyon, nagyon jobban is vált. A saját sebességemre, a hullámokra, a szögekre, ugye, hogy vitorlázom a mezőnyre. Nagyon jól fejben, nagyon jól össze tudtam magam rakni, és tényleg magamra tudtam koncentrálni, és ez szerintem egy nagyon, nagyon nagy előnyt adott. Ugye hibázni nem lehet, de alapvetően stabilan tartod a helyed ebben a kvázi aranycsoportnak kinéző folytatásban, majd csütörtöktől. Te hogy látod ezt? Igen, most úgy tudom, milyen 15. vagyok, és még nincs ejtőm, szóval minden helyem 10-en belüli, ami ugye elég biztos, biztosítékot ad arra, hogy bejussak az aranycsoportba. Innen már elég nehéz kiesni. Holnap mi lesz a cél? Holnap? Hát ugyanaz, kétszer szeretnék a top 10-be vitorlázni. Talán egyszer egy top 5-be jó lenne menni, és akkor utána a következőt meg ki is lehet ejteni utána.